Kedves mindenki, ez itt az epizód. Mint látjátok, esik az eső. Atmó is, meg én is csípjük, hogyha ilyen az idő, de nagyon sok gazdi azt mondja, hogy hát ilyenkor már kell az a kutyaruha a kutyára. Én nem szoktam atmóra tenni, de lehet, hogy ezzel hibát követek el. Most eljöttünk Gyöngyi doktornőhöz, aki majd megmondja, hogyha hideg van, vagy ha esik az eső, vagy ha hideg van és esik valami, kell a kutyaruha. Kezdünk! Atmóval sokat megyünk. A hideg és az eső sem tántorít el minket a sétától. Én megmondom őszintén, nem szoktam rá ruhát adni. Az ő szőrzete olyan, hogy védi a hidegtől és a víztől is. Annyi, hogy a neccesebb időben, a séta után mindig jól áttörlöm. Viszont mivel ő is lakásban él, ezért elgondolkoztam már én is azon, hogy vajon érdemes lenne beszereznem valamilyen ruhát. Gyöngyi doktornő előkészített néhány pulóvert és kabátot a forgatáshoz. Atmó meg kiválasztotta, hogy szerintem melyik stílus illik az ő egyéniségéhez, a kötöttre szavaz, de szerintem nem feltétlen a kutya dönt, hogy milyen kutyaruhát kell ráadnunk. Egyáltalán kell a kutyára kutyaruhát adni, vagy csak ez ilyen trendi dolog? Ez egy nagyon jó kérdés, mert indulhatunk onnan, hogy ez egy trendi dolog, tehát ebben megegyezhetünk. De itt akkor folytatnám egy levegővétel után azzal is, hogy azért a kutyusok a kintartott udvari életből beköltöztek a lakásba, és ezzel azért változik a bundájuk miensége, a vastagsága, az, hogy mennyire tudnak felkészülni a térre. Tehát vannak helyzetek, amikor van létjogosultsága egy ruhának. Ez mit jelent, hogy változott a bőrük, a szőrük? Tehát hogyha panelban tartunk egy kutyát, gondolom itt az is fontos, hogy kis testű, nagy testű, közepes testű, hosszú szőrű, rövid szőrű, tehát hogy mi változott? Ők képesek lennének arra, hogy felkészüljenek a térre. Itt gondolok arra, hogy a téli bundát azt felszedjék magukra, de mivel ugye benne a lakásban van egy 20-23 fok, mert azért kevés az a lakás, ahol ilyenkor még csak 18-19 fok van, és kint viszont már hűvösebb, tehát ott már 10 fok alatt. A hőmérséklet különbség elég nagy, de ő viszont többet van benne a lakásban. Ezért nem fog az alszőrzet megvastagodni neki hú de mennyire, mint hogyha kint szépen nyár végeztével jönne az ősz, kezdene lehűlni az idő, és utána a térre készülne, akkor viszont az alszőrzetnek nagyobb lehetősége van megvastagodni, így jobban védeni a testét. Akkor a lakásban tartott kutyák, akik mondjuk egy nap háromszor sétálnak mondjuk, nekik hogy alakul a szőrük náluk? Gondolom, akkor a vedlési időszak is teljesen más. Igen, és ilyenkor jó is, hogy ezt kérdezed, mert nagyon sokan meg szokták azt kérdezni, hogy van egy rövid vagy hosszú szőrünk, itt azért majdnem mindegy, de elmondja a gazdi, hogy majdnem teljes évben hullik a szőre, tehát egész évben. Mert ugye nagyjából két nagyobb vedlési időszakot különböztetünk meg, a tavaszit, meg az őszit. Ugye akkor készül a nyári öltözékre, illetve a téli öltözékre, de hogy ez lakásban tartott kutyáknál, ez egy kicsit felborul. Éppen azért, mert a hőmérséklet különbségek nem úgy alakulnak, mint egy kint tartott udvari kutyánál, hogy így mondjam. Ergo, valamivel meg kellhet védenünk a lakásban tartott kutyát a hidegtől. Nagyon sok cuki fotót küldtetek nekünk Facebookon kedvenceitekről. Imádtuk az összeset. Azon kívül, hogy nagyon cukik ezek a ruhák, fontos, hogy a funkcióikat is ellássák. Atmó még nem kapott kutyaruhát, pedig ugye itt azért vannak szép... Ezt én is mutatom, hogy milyen kutyaruhát hozott Gyöngyi. Hát ez nekem a
ronda pulcs is dolgok jutnak erről az eszembe. Atmo, tetszik? Atmo, és csak mi ez? Hát, ronda pulcsi. Ronda pulcsi. De aranyos. Tehát az, hogy én Atmóra nem adok ruhát, ezzel én veszélynek teszem ki, vagy egy ilyen szőrzetű kutyánál ez még nem probléma, inkább a rövid szőrű kutyás gazdiknak kellene felkészülni arra, hogy télen kutyaruhát adjanak rá. Itt főleg azért a rövid szőrű kutyákról kell szót ejtenünk, illetve azokról a kis testűekről, legyen az egy hosszabb szőrű, itt most gondolok akár a kicsi orkikra, vagy a különböző bisonokra, hogy így gyűjtő név alatt fogjuk össze őket. Tehát náluk is hiába van hosszabb szőrzet, azért nekik sokkal lágyabb, sejmesebb a szőrük, akár néha még ritkább is, és azért tudjuk ezekről a kicsi kutyákról, hogy még esőbe se nagyon szeretnek kimenni, hát hogyha egy kicsit fáznak. Tehát azért vannak meg a gazdi, hogyha figyelemmel követi a kutyáját, észre fogja venni, hogy ott a sétának egy kicsit a fázás is gátat szab. Na de hogyan érdemes válogatni a kutya divatboltban? Hiszen nem csak mintájukban, hanem anyagukban, kialakításukban is eltérnek ezek a kutyaruhák. Kezdjük akkor a pulcsikkal, hogyha már ez van itt felül. Nagyon sokféle minta van, hát itt a minták igazából a gazdiknak szólnak, meg a különböző modellek, hogy mennyire szép vagy csúnya. Ezt mindenki eldönti magának, de az a lényeg, hogy ezek száraz időben egy hűvösebb időjárásnál nagyon jól tudnak működni. Igazából ezt séta előtt felhelyezzük rájuk, séta után pedig levesszük otthon. Itt jegyezném meg, hogy lakásban azért szerintem nincs nagy jelentősége ezeket hordani. Most egy lakásban, hogyha egy picit fázna az a kisebb, nagyobb testű kutya, úgyis bebújik a gazdi mellé a kanapéra. Nagyon sok kutyának van otthon takarója is, tehát hogy otthon nyugodtan, mert másképp szellőzik a bőr, hogyha nincsen lefedve. Mindenképpen arra figyeljünk, hogy könnyen felhelyezhető legyen. Na most, ha nekünk van egy ficánk a kutyánk, akkor ne ilyet válasszunk, amibe bele kell bújtatni, és egy örökké valóság, míg belebújtatjuk a kutyust. De nagyon jól meg vannak csinálva, mert ugye szépen rögzíthetőek a hátsó lábaknál is, és akkor nem csúszik fel, mert annak nincs sok értelme, hogy van egy hosszú pulcs, és az egész a mellkasán tornyosul. Ezek, mint említettem, száraz időben, nedves időben semmiképpen, mert főleg, hogyha alacsonyabb a kutyus, akkor bevizesedik itt a mellkasnál, a hasnál levő rész, és az viszont már egy jó kis betegségnek a kezdete tud lenni. Jól látszik az Atmo egész éves vedlése, tehát itt is Atmokán szőkek is. Szeretett szálaid. Igen. Akkor vannak ilyen praktikus dolgok is, mint például ezek a széldzsekik, szélmellények, esőkabátok. Ennek az lesz a hátránya, hogy itt hátul nincsen rögzítője, látod? Viszont elég jól gumisan illeszkedik itt a hasi háti részhez, úgyhogy ez se igazán fog elcsúszni a kutyuson. Ezt viszont sokkal egyszerűbb felhelyezni, mert van rajta egy cipzár, tehát csak mint egy mellénykét rakunk. Nagyon sok ilyen mellény, ez pont nem ilyen, de mert több típusú van olyan is a vastagabbak között, aminek itt középen van egy kibújtatója, hogyha hámot használunk a kutyusnál, akkor a hámra rá tudja venni. Ha viszont ilyen típusú, akkor a hámot erre kell felhelyezni sétálás előtt. Ez is egy hasonló, ennek annyival különbözik, hogy ez tépőzáras. Ez nagyon praktikus, nagyon könnyen fel lehet használni. Belül meleg. Így van, és ennek már látjuk, hogy vannak a hátsó lábaknál is rögzítői. Itt a tépőzáros résznél már nem tudják azt kialakítani, mint a cipzárosnál, hogy rugalmas legyen, de ez is nagyon jó praktikus. Ettől még stabilabban rögzíthető egy ilyen típusú esőkabát. Ennek is van egy kis bélése, viszont ez egy véknyabb anyag. Kicsit egy ilyen széldzseki, esődzsekire hasonlító. Vékonynak tűnik, viszont ez is nagyon jól tartja a meleget, illetve nem engedi, hogy átázzon. Ezeket az utóbbiakat mindenképp hasonló esős időkben javasolnám, mint ahogy most is történik. És ezeket a típusú ruhákat, mellényeket, kabátokat, akár hosszú szőrűeken is lehet használni. Vannak esőkabátok, amiknek nincs is bélésük. És miért mondom ezt? Mert egy ilyen esős napon nem biztos, hogy minden gazdi szeretné minden sétát fürdéssel
megspékelni, hogy így mondjam. Tehát, hogy ez egy kicsit, tehát, hogy itt védelmi szerepe is van, nem feltétlenül csak az, hogy neki legyen egy komfortérzete a melegség miatt, hanem hogy egy kicsit a magunk dolgát is megkönnyítsük. A kutyaruhához szoktatás azoknál a négylábúaknál, akik alapvetően fázósak, nem lesz olyan nagy kihívás, hiszen hamar rájönnek, hogy ez nekik jó. De nem minden kutya viseli el magán. Mint a legtöbb esetben, itt is azt tudjuk mondani, türelem, idő és még több türelem. Az, hogy eső meg hó, most hogyha nincs is hideg, csak esik az eső. Én ebből nem csinálok ügyet, én felveszem a gumicsizmát, Atmót meg mindig megtörlöm séta után, de lehet, hogy ezzel hibát követek el. Nem tudom, hogy például a víz, mint olyan, hogyha nincsen hideg, csak esik, akkor azzal én ártok-e az ő szőrének, bőrének. Tehát a víz, hogyha mondjuk monszuni időjárás van, és egy hete esik, és minden nap én a napi három sétán eláztatom a kutyát, mert ő azért szereti az esőt, meg a pocsolyában ugrálást, igaz, meg a vizet. Tehát, de ezzel ártok el. Jobb lenne, hogyha vennék mondjuk én is neki egy esőkabátot? Azért valamennyi ajszőrzete neki is van, hogy nem az fejlődik ki nála, mint egy udvaron tartott társánál, az biztos, de azért a szőrzet nem fogja átengedni egy az egybe azt az esőt. Igazából, mivel ha jól tudjuk, akkor az eső lágyabb is, mint a csapvíz, tehát igazából nagyon a szőrzetet nincs, ahogy nagy mértékben bántsa. Hogy mennyire fázós egy kutya, az függhet a fajtájától, a bundájától, az életkorától, a testtömegétől és az egészségétől. A kisebb testű kutyák nehezebben viselik a hideget. Az ízületi gyulladásban szenvedő négylábúak pedig egyenesen szenvedhetnek is a téli időtől. Atmó szerintem azért unja itt az életét, mert ugye, hogy ő nem hord ruhát, nem nagyon éri ezt a témát, viszont hoztál kiegészítőt is, és lehet, hogy érzed, hogy a tappancsokról is szó fog most esni Atmókám. Igen, nagyon szépen rá is feküdt, de maradj Atmó, mert ki tudom húzni alólad. Igaz, hogy ez egy kicsit kisebb méret, mint az Atmó lába, az Atmó tappancsa. Nagyon ügyes vagy. Cipő, csizma, bárminek nevezhetjük papucsnak, ezt nem szoktuk alapjáraton javasolni. Tehát ezt mindenképpen csak akkor, hogyha szükséges. És itt mire gondolok? Jön a téli időszak, jönnek a fagyok és a sózás, és van bizony olyan kutyus, akinek a talpárnáját ezt nagyon megdolgozza ez az egész történet. Ilyenkor szoktuk javasolni, hogy sétához érdemes felhúzni egy ilyen történetet. Van az a kutya, amelyik elviseli, és van az is, aki abszolút nem tűri el. Itt ebben nem tudunk okosat mondani, próba cseresznye. Ezt hogy kell? Tehát, hogy fogom, és Atmó csúcsú? Megmutatom. Gyere, mutassuk meg az egyik tappancsodon. Tehát látszik, hogy az egyik oldala ilyen csúszásgátlós, mert ugye az lesz a gond, hogyha a kutyának nincs meg a megfelelő tapadása a lábán, akkor úgy fog járni, mint egy balerina, és igazából csak topogni fog, és akkor szépen ezt fel lehet húzni. Mint említettem neki, egy picit nagyobb a tappancsa, mint ez a méret. Tehát ugye vigyázzunk el a hüvelykújjára. Így van. Hát nem fogom tudni egészen felhúzni, de valahogy így fog kinézni, és akkor ezzel a tépőzárral lehet rögzíteni. Most ebből is vannak nagyobb méretek, mint itt látszik, szépen azért tud belehelyeződni a tappancs, és akkor szépen tolni lehet, mivel ez egy rugalmas anyag, ezért ebben könnyen tud járni és könnyen tud mozogni. A kutyaruha és a kutyacipő mellett még néhány jó tanács a mínuszokra. Próbáljunk meg többször rövidebb sétára indulni, mint egy nagy hosszabbra. Figyelhetünk arra is, hogy ne a leghidegebb napszakban sétáljunk. Játszunk, ha a kutya mozog, akkor az izmai is átmelegednek. Fordítsunk nagyobb figyelmet kutyánk bundájának az ápolására. Ha nedves a bundája, mindig alaposan töröljük, szárítsuk meg. A mancsok ápolására is fektessünk nagyobb hangsúlyt. Amire mindenképpen figyeljünk, a fagyos időkben a talpárnákat, azokat ellenőrizzük. Mert mint ahogy eddig is említettem már, különböző vegyszerek, különböző sók, amiket kiszórnak, azok ugye maró hatásúak tudnak lenni a talpárnára. Egy másik dolog még, ami megtörténhet, hogy egy kicsit kicserepesedik az orruk, az orrtükör egy kicsit szárazabb lesz, ezeket minél egyszerűbb krémekkel lehet kenegetni, hidratálni.
és akkor még egyszer foglaljuk össze azt is, hogy milyen szempontok alapján válasszunk kutyaruhát. Mindenképpen vegyük figyelembe a méretét, tehát hogy egy atmó méretű kutyának ne vegyünk egy kis ruhát, mert azzal nem megyünk semmire, tehát de ez alap egy ruhavásárláskor. A következő mindenképpen az, hogy mennyit vagyunk kint, mikor vagyunk kint, és utána pedig már lehet variálni a divatot. Tehát, hogy tudjuk azt, döntsük el, hogy nekünk esőkabátra van szükségünk, pulóverre van szükségünk, mert mi csak száraz időben megyünk ki. Mint említettem, van olyan kutya, aki abszolút lemond a sétáról, hogyha két csepp eső elesi magát. Úgyhogy mindenképpen ezekre figyeljünk. Azt mindenképpen jó figyelembe venni, hogy túlöltöztetni nem szabad őket, mert a hőt akkor nem úgy fogják tudni leadni, illetve ezeknek a ruháknak kint van jogosultságuk. Sziasztok! A mai képzettebben azt fogom megmutatni, bármelyik kutyán, hiszen van bőven miből válogatni, hogy hogyan szokatjuk hozzá a kiskutyánkat ahhoz, hogy beleturkáljunk a szájába. Nagyon fontos, hogyha bármi beakad, akár étel, akár csont, akár egy fadarab játék közben a parkban, akkor képes legyek arra, hogy belenyúljak és kivegyem akár kézzel, akár bármilyen eszközzel, hogyha szükség van erre, valamint később fogkőleszedésnél, vagy akár bármilyen fogászati vizsgálatnál is hasznos lehet ez számomra. Zenit nagyon nyili-nyali, igen, nagyon-nagyon-nagyon szeret megnyalogatni, azt már kevésbé fogja szerintem szeretni, hogyha belenyúlok a szájába, ezért finoman, minél kisebb mozdulatokkal kezdem el, például azzal, hogy először csak felhúzom az ínyét. Megnézem, hogy mi a helyzet a fogaival. Igen, nagyon ügyes vagy. Nagyon mindenkinek megnézzük a fogát, igen. Ha akarja, mindenkit megvizsgálom. Megnézem a fogait elől, hogy nincs-e náluk, hogy nem nagyon szereti ezt a műveletet, ezért piciket nyúlok hozzá, nem folyamatosan terrorizálom, hagyom, hogy visszajöjjön, most csak Simi van, közben akkor, ha már ide érkezett Meti, az ő száját is megnézzük, őnek is belenyúlunk kicsit a szájába, picit felhúzogatom, belenyúlok, hozzáérek, elengedem. Nagyon fontos, hogy pici apró feladatokkal gyakoroljunk, úgy kezdjük el, mert utána sokkal egyszerűbb lesz a számunkra a hosszabb ideig tartó, vagy mélyebb mozdulatoknak is akár az elvégzése. Szóval apró mozdulatokat próbálok meg minél gyakrabban, akár azt is, hogy megszokja, hogy a szájában van a kezem, egy picit oda nyúlok, bent tartom az ujjamat az ínye alatt, aztán elveszem, megjutalmazom, egy kicsit kioldom, hogy ilyen dolgokat el kell neki viselnie, bizony, hiszen egy fadarab is kényelmetlen, kellemetlen helyzetben lehet, és előfordulhat az is, hogy ki kell vennem a szájából bármit. Kinyitom egy picit a száját, ennyire csak, nagyon ügyes vagy! Egy picikét gyakorlok vele folyamatosan, jó sok pozitív megerősítés és lazulás mellett, igen, igen. Kedves mindenki, ez volt az epizód. Keressetek minket a YouTube-on, a TikTok-on vagy a Facebook-on. Atmó már nagyon szabadulni akar, szóval le is léptünk. Sziasztok!